Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-en, én Reháker Andrá vagyok, és Önök a nap hírét hallják, amit egy kicsit most megritkítottunk, úgyis jön a nyári szünet, meg az uborka szezon, egy kicsit mi is visszább vettünk, és többet pihenünk, de azért nyilvánvaló, hogy nem hagyjuk abba a hírelemzést, és próbáljuk a konzervatív hangokat erősíteni a YouTube-on is és a Facebookon is, ami mostanában egyre nehezebb, szóval mindenféleképpen biztatom önöket, hogy keressenek meg minket a rumble is. A videó alatt beraktam a linket a csatornámhoz, amit egyébként el lehet érni most már, és szépen lassan szinkronizálja föl a tartalmaimat a Rumble amit remélek, hogy addig azért nem törli a YouTube-a csatornát, amíg sikerül az összes régi videómat is átszinkronizálni. Az újakat már egészen szépen szinte azonnal átveszi, és meg is lehet nézni ezeket a videókat. Ha elkezdenek a rumble követni, akkor lehet, hogy egy idő után teljesen át fogunk menni a rumble mert ugye a YouTube igazából most már teljesen nyíltan folytatja ellenünk a konzervatív média, meg a konzervatív gondolatok ellen a keresztes hadjáratot. Ugye a legutóbbi áldozat a hetek, és hát én is abban vagyok inkább nyugodt, hogy nem fogom befogni a számot, hanem el fogom mondani a véleményemet, akkor is, hogyha kidob a monetizációból, ugye az amerikaiak is ezt csinálják, Matt Walsh, a The Dive, és így tovább, mert ezt mindenféleképpen ki kell mondani, és az amennyi jön egy ilyen YouTube csatornából, attól nem megyünk a falnak. Lehet két tank benzin kijön belőle, tehát eleve nem éri meg, hogy nagyon-nagyon a pénzre rákalkuláljunk. De ettől függetlenül önöket el tudjuk érni még mindig, és azért, hogyha. Két-három ezer ember meghallgat egy videót, az is azért már több, mint a semmi. Szóval nem fogjuk abba hagyni, és nem fogjuk be a szánkat sem. És pontosan ezért beszélek most is egy olyan témáról, amit biztos, hogy azonnal le fog tiltani, de teljesen mindegy, mert ezt, ezt is el kell, hogy mondjam önöknek: kell, hogy tájékozódjunk, kell, hogy mögé gondoljunk dolgokat, azoknak a dolgoknak, amik történnek. Ugye találtam reggel egy hírt, hogy Joe Biden összeugrott a New Yorki polgármesterrel, mert a déli kormányzók, meg a déli polgármesterek a nagy texasi városokban, meg ugye azokon a helyeken, ahol a bevándorlás egy óriási problémát jelent most, azt a szokást kezdik felvenni, hogy összeszedik a illegális bevándorlókat, felültetik őket buszra, és akkor elviszik őket az északi államokba, olyan helyekre, ahol főleg demokrata a város irányítás van. És hát ugye kezd New York City úgymond egy ilyen bevándorlási központtá változni, főleg azért, mert ugye nyilván New Yorki feeling az igazi cél a migránsok számára, hogy a Fox News is csinált egy interjút elpászóban egy utcán élő illegális bevándorló hölgyel, és ugye ez is egy olyan téma, ami alapvetően teljesen összefügg a Biden kormányzatnak a totális kudarcával. Ugye nem csak a külpolitikában mondanak csődöt, ugye a magánbefektetéseik védelme a legfontosabb, akárhova mennek, akár mit csinálnak, és ennek akár a nemzetgazdaság is áldozatul eshet, akárhogy is nem éri meg, hát ma nyomtatunk egy kis dollárt még pluszba. Mind a mellett akármit csinálnak, abból egyértelműen látszik, hogy nem a hosszú távú stratégia hanem a rövid távú politikai haszonszerzése a lényeg. Ugye a bevándorlók kérdése az látszik, hogy teljesen rövid távon működik, pontosan azért, mert ezek az országok, ahonnét Közép-Amerikából, vagy akár Dél-Amerikából is jönnek az emberek, ezek nagyon-nagyon katolikusak, totál konzervatívok egyébként, neveltetésre, értékrendre, és így tovább. És ugye ezek, hogyha bejönnek az országba, akkor az első generáció az még egyszer-kétszer nagyon hálás mondjuk a, a demokrata vezetésnek, a demokrata kormányzatnak, akik lehetővé teszik a számukra, hogy illegálisan is akár bevándorolhatnak az Egyesült Államokba. Ugye pont azért készített a Fox News az utcán interjút ezzel a hölgyel, mert egyre jobban látszik, hogy ezek az illegális bevándorlók olyan bírósági idézéseket kapnak, hogy elvileg az lenne a szabály, hogy meg kell jelenniük egy bevándorlási bíró előtt, aki eldönti, hogy kiutasítják-e azonnal, vagy pedig beléphet az országba, mert ugye ezek papír nélkül jönnek, sokszor teljesen illegális útvonalakon. És ugye azt lehet látni, hogy amikor ezeket ugye nyilvántartásba veszik, ez a hölgy például most lépett be 2023-ba az országba, és 2026 júniusára Kapott bírósági idézést. Tehát nem azonnal nézik meg, hogy vajon ki kell utasítani, hanem ilyen hosszú éveken keresztül működhet az Egyesült Államokban, azt majd utána 26-ra, ha még eszébe jut valakinek, akkor elmegy a bírósági meghallgatásra. Tehát egyértelműen látszik, hogy itt semmi olyan szándék nincsen, ami bármilyen jogszabályt vagy jogot érvényesítene hogy megvizsgálják, hogy ez az ember, ez tényleg jó-e az országnak, meg tényleg kell-e, hogy idejöjjön, hanem egyszerűen beengedik. És ugye, hogyha fényképes igazolványt tudnak szerezni, mert pedig egy jogosítványt szerezni, az nem egy nagy kunst Amerikában, és ha az embernek van egy fényképes igazolvány, akkor onnantól kezdve szinte mindenhez szabad hozzáférése van. És ezek az emberek eleve nem akarnak hazajárni, tehát nem az a cél, hogy bevándorolnak, dolgoznak, és akkor hazajárkálnak, hanem ezek itt akarnak letelepedni. Magyarul nem probléma neki, hogy ne hagyja el az Egyesült Államok területét, mert akkor soha az életben nem engedik vissza, meg hát eleve illegálisan érkezett. Szóval ez egy rövid távú terv, hogy az első generáció az lehet, hogy emiatt érzett hálájából demokrata szavazó lesz, miután ugye megszerzi a fényképes igazolványt, és gyakorolhat bizonyos olyan jogokat, amelyek egyébként állampolgárokat illetnek meg, meg egy idő után akár állampolgárá is válhat. És ugye ez jó a demokratáknak. De hosszú távon azért ezek például látjuk Floridában nem annyira működnek együtt tovább a demokratákkal, mert ugye az értékrendjük, amiben nevelkedtek, az sokkal erősebb. És hogyha azt nézzük, hogy milyen diktatúra van az Egyesült Államokban, sokkal inkább veszélyes, mint mondjuk Venezuelában, ami van, mert ami Venezuelában van, azt tudjuk. Tehát az egy kiszámítható, abszolút nyílt és látható dolog. Tehát azt mindenki tudja, még mi is tudjuk, hogy Venezuelában milyen diktatúra van, meg ugye több közép-amerikai országban is. De az Egyesült Államok elvileg a világ legfejlettebb demokráciái, legalábbis erről ezt állítják magukról és közben pedig egyáltalán nem az, hanem egy olyan diktatúra működik benne, ami rejtett módon érvényesíti az akaratát, és ilyen totál az ember mögé kúszik, és megfolytja, hogyha nem tetszik valami. És ugye ezt egy idő után nyilvánvaló, hogy akinek van egy kis magához való esze, az felfogja. És akkor kétféle reakció létezik, mert ugye semlegesnek nem lehet maradni, mert a semlegesnek maradás az is ugye az egyik reakció csoportba tartozik. Tehát az egyik az az, hogy az ember ellenáll, és megpróbálja a rendelkezésre álló eszközökkel valahogy felhívni a többiek figyelmét erre a dologra, a másik pedig az, aki együttműködik, kispolgári módon együtt játszik az egésszel, hogy ne lehetetlenítsék el, hanem tudjon élni, tudjon dolgozni, és így tovább. Viszont azzal meg az ember a legmélyebb lelkiismereti meggyőződését tagadja meg. De úgy tűnik, hogy a Biden kormányzatban már nincsen ilyen lelkiismereti meggyőződés, mert nem elég, hogy a bevándorlással lényegében teljesen tönkreteszik az Egyesült Államoknak a déli államait, meg most már akár az északi államokat is, mert ugye rájöttek a mexikói embercsempészek, hogy a kanadai határ az teljesen abszolút biztonságos, ott tök jól lehet becsempészni a drogot is, meg az embereket is, erről is beszéltem már itt, és ugye most már mindenki, a demokrata polgármesterek is érzik a bőrükön, hogy mit csinálnak 60 ezer bevándorlóval. Most van egy vita, hogy állami iskoláknak a torna akarják őket elszállásolni, de hát ez meg hogy van, hogy akkor ott megjárnak a gyerekek az iskolába, és akkor a tornateremben meg ott laknak az illegális bevándorlók? Hát mi ez megint? De ugye persze a gyereknek a Biden kormányzatban egyáltalán nincsen értéke, és ugye itt jön be az, hogy ugye ők így pózolnak valamit, mutatják, hogy mi demokratikusak vagyunk, meg mi az igazságot szolgáljuk. Ugye erre szolgálnak ezek az úgynevezett fact-checking oldalak is. Megvizsgálják nekünk, hogy amit elénk tár más valaki, természetesen konzervatívok, az igaz vagy nem, és természetesen soha nem igaz, hanem mindig fake news, mindig rágalmazás, mindig valaki, valaki ellen fordít, vagy akar fordítani embereket. És hát ugye ez a fact-checking, ez arra is rájött, egy tök jót nevettünk rajta a múltkor, hogy Tucker azért rúgták ki a Fox News-tól, mert a Heritage Foundation előtt elmondott beszédében, aminek egy nagy részét mi is kiraktuk a csatornára, ott azt mondta, hogy Janet Yellen, a gazdasági miniszter, azt állította, hogy a legjobb, amit az ember tehet az országáért, az az, hogy egy abortuszt végeztet, hogyha gyereket vár. És ugye nagy elánnal elkezdték kutatni ezek a fact-checking oldalak, hogy vajon mit mondott Janet ellen. És hát Janet ellen ezt valóban nem mondta ebben a teljesen leegyszerűsített formában. Azt viszont mondta, hogy a munkaerőpiacnak jobb, hogyha egy nő az nem vállal gyereket, vagy legalábbis a ró kontra véd az nagyon nagyban segített a nőknek kiegyensúlyozni a karrierjüket és a családjukat egymással meg a munkaerőpiacon is sokkal jobb volt a helyzet, mert hogy nem estek ki hosszú ideig munkaképes korú hölgyek, és így tovább. Szóval Janet Jelen egészen sokat beszélt egy bizottsági meghallgatáson a Rókontra kontra védügyről, és hát lényegében ugyanazt a konklúziót vontuk le mi is, mint Takár hogy Janet Jelennek az a véleménye, hogy jobb, hogyha a nők tudnak abortuszt végeztetni, mert akkor tudnak dolgozni, és akkor nem kell kiesni a munkaerőpiacról, nem kell hosszú ideig úgymond elzárva lenni, nem be, be tudják fejezni az iskolát, és így tovább. És ugye pontosan erről beszélgettünk mi is, hogy ez is egy rövid cél, mert ugye genet ellen azt nem gondolja végig, hogyha nem születnek gyerekek, vagy kevés születik, akkor az nagyon hosszú távon problémákat fog okozni. Mert ugye úgy működik a gazdaság, hogy ahogy öregszik ki az egyik generáció, úgy nő bele a második generáció, vagy a következő generáció a gazdasági környezetbe, és hogyha az egyikben többen vannak, mint a másikban, akkor ugyanaz a feladat mennyiség, az sokkal kevesebb emberre oszlik el, és hogyha például a nyugdíjasok sokkal többen vannak, akkor még nagyobb teher fog hárulni, sokkal nagyobb, mint hogyha ugyanannyi feladat lenne, mint az előző generációnak, de ugye mivel azok többen vannak, ezért több a feladat, mert több embert kell eltartani, és akkor, hogyha kevés gyerek van, akkor ez hosszú távon egy óriási problémát fog jelenteni. Ezt nyugi Kína is például, meg ez látszik a nyugati társadalmakban, ahol nulla egész akár mennyi a vállalt gyerekeknek a száma átlagban. És direkt sarkítok, mennyivel azért a legtöbb helyen még egyet vállalnak, de ez is most már kérdéses, mert ugye a kutyák kezdik átvenni a gyerek szerepét a családban. Szóval az az érdekesebben, hogy látszik, hogy egyáltalán nem terveznek hosszú távra. Tehát a hosszú távú stratégia az teljesen ki van lőve, nem azt nézik, hogy két-három generációra hogyan tudnak biztosítani megfelelő körülményeket. Vagy pedig a másik az az, hogy klíma problémát, meg klíma hisztit látnak ebben az egész gyerekvállalási kérdésben. Ugye azt állítják a környezetvédők, hogy gyereket vállalni az a legnagyobb ökológiai lábnyom hagyása az összes közül, tehát sokkal rosszabb, mint hogyha folyamatosan, mit tudom én, olajkályhával fűtenénk a lakásunkat, meg kőszenet égetnénk, meg mindent, mert ugye a gyerek minél több ember van, annál nagyobb környezetszennyezést hajt végre és hát ezért a gyerek az egy környezetszennyező dolog. Magyarul nem szabad gyereket vállalni, és ugye Davosban elhangzott, hogy az lenne az optimális, hogyha úgy lenne, mint a középkorban, hogy mondjuk van 4 millió ember a világon összesen, nem 10 milliárd, 4 millió. És ezt ugye hogy érjük el stratégiailag hosszú távon, hogyha kasztráltatjuk a következő generációt, akik már nem vállalnak gyereket. Tehát két generáción belül egy nagy csökkenés fog beütni, Pontosan azért, mert ugye ez a genderizmus, ez teljes egészében elveszi a gyerektől azt a lehetőséget, hogy később családot alapítson. Hát elég szépen néz ki ez sajnos, így negatív értelemben, de az az igazság, hogy ez a másik magyarázat erre a sok idiotizmusra, amit ezek csinálnak, hogy egyszerűen van egy ilyen háttérkoncepció benne, és nem egy általános közgazdasági gondolkodásmódban működik ez az egész gazdaságpolitika, hanem mögötte van ez a klímahiszti, meg az a cél, hogy minél jobban leredukáljuk az embereknek a létszámát, amennyire csak lehet. És ugye pont meséltem a férjemnek, hogy tegnap elmentem busszal itt Kecskeméten a gyerekekkel, és volt a busz megállóban egy nagyon szép kislány, aki látszott, hogy minden generációban vannak ilyenek, különc, stílusban, tehát a ruhája is olyan volt, hogy egyáltalán nem illett bele ebbe a New Yorkeres, teljesen egyforma stílusba. Le volt úgy vágva a haja, hogy látszott, hogy ezért lány, de ahhoz képest rövid volt, akkor ugye látszott, hogy nagyon érti, hogy miről van szó, és hát a magas talpú cipője angolul össze volt firkálva. És akkor ilyenek voltak ráírva, hogy fuck genderism, bocsánat a franciáért, meg az volt ráírva, hogy we don't owe you shit. Tehát lényegében a genderizmus, meg az, hogy mi, a következő generáció, az előzőnek semmivel, nem, semmivel nem tartozunk. És akkor azt, azon gondolkoztam, hogy a mi időnkben az volt a lázadás, hogy az ember szimatszatyorral rohangált, ami tele volt firkálva, meg pánkok voltak az emberek, és akkor úgymond a rendszer ellen lázadtak, és ebből ki lehetett nőni. Tehát ha valaki pánk volt, attól még lehetett belőle tisztes családapa 15 évvel később, mert egyszerűen, és akkor visszanézte a fényképeket, és röhögött egy jót, mi is csináltunk hülyeségeket, csak az a baj, hogy a fuck genderism, az azt jelenti, már pedig a genderról beszélt a kislány, vagy legalábbis nem beszélt, hanem ez volt ráírva a cipőjére. Tehát az viszont életveszélyes, mert abból nem lehet kinőni. Tehát, hogyha valaki belemegy a genderizmusba, és azt mondja, hogy már pedig én nem akarom a nemi jegyeimet, meg nem akarom a, az identitásomat, hanem semleges akarok lenni, meg nem bináris, meg minden, akkor azzal olyan végérvényes változtatásokat hajtanak végre a testében, hogyha elkezdi szedni a hormont, amit nem lehet utána visszacsinálni, és abból kinőni sem lehet. És ha valami nagy csoda folytán mégiscsak tudnak gyereket vállalni, abból az van, hogy utána az a gyerek az lehet, hogy nem lesz százszerzelékosan egészséges. Tehát borzasztó kártékony és, és pusztító. És ezek a gyerekek, ezek most ezt ísszák minden pórusukban, amit mi korábban azzal elintéztünk, hogy elmentünk egy hobókoncertre, vagy mondjuk ilyen hippi ruhákba rohangáltunk, de azért lényegében mégiscsak az ember az iskolába volt, és céljai voltak. Most már nem ez van. És hát azért ez félelmetes, nagyon is félelmetes sajnos. Hát én remélem, hogy végighallgatják, nagyon örülök neki, hogy továbbra is támogatnak, kövessenek be a rámbölön is, ott is meg lehet majd hallgatni mindent, amit felteszek, és egyébként pedig legyen nagyon szép napjuk, pénteken találkozunk a viszonthallásra.